Köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban az idősebb és a fiatalabb generációval is foglalkozunk, de egy kutyás programból is ízelítőt kaphatnak, ha velünk tartanak. A gyermekek nevelése régen a szülők erős tekintélyén alapult, de ma már, valljuk be, szülőként nagyon sok gyermeket elkényeztetnek. Egy pszichológus segítségével megpróbáljuk körbejárni a témát és felderíteni az okokat. A stúdióban köszöntöm Dorotovics Milénát, aki tanácsadó szakpszichológusként jött el most a műsorba, és hát ugye szerintem nem mondtam túlzást a felvezetőmben, amikor azt mondtam, hogy elkényeztetjük a gyerekeket. Ugye régen még a szüleink, nagyszüleink korában a tekintélyelvűség volt az, ami mondjuk meggyőzte a gyerekeket arról, hogy hogyan kéne viselkedni. Szerintem a viselkedés is egyébként ezzel az elkényeztetés témával nagyban összefügg, vagy hát majd ráerősítesz, vagy megcáfolsz. De hogy tényleg nagyon sok amit most én magam körül látok, hogy a gyerekeket tényleg elkényeztetik, illetve nagyon sokat megadunk nekik. Uh-huh. Igaz ez? Igen is, meg nem is. Először is az, hogy mi az, hogy elkényeztetés. Az én olvasatomban az, vagy mi nem az, amikor a gyermeknek az életkorának megfelelő igények kielégítése, illetve az érzelmi biztonság folyamatos megadása, ez nem elkényeztetés. Amikor ez a kettő valamiért vagy túlkompenzálódik, vagy pont, hogy elhanyagolódik, akkor alakul ki a gyerekbe egy olyan viselkedés változás, ami olyan viselkedések jönnek elő, amire mi azt mondjuk, hogy el lett kényeztetve. Holott ez nem igaz, csak nem a helyén lett kezelve, tehát nem a szükségletei mentén lett kielégítve. Tehát az, hogy mondjuk minden nap megveszem azt a csokit a boltban, amit kér, az még nem elkényeztetés? Nem, csak van, tehát hogy a bizonyos életkorokban a gyerekek bizonyos dolgokra képesek. Az elkényeztetést én a 2 és 7 év közé raknám. Ebben az időszakban nagyon hasonló a gyerekek fejlődése, és ilyenkor szokott lenni, és ilyenkor jönnek a szülők azzal, hogy hisztis, hogy dacos, hogy dürohamai van, hogy nem örül semminek, hogy nem osztja meg a dolgait, hogy irigy, féltékeny. Nem szeretem ezeket a szavakat, hogy irigy, féltékeny, mert ezek a gyerekekben nincs ilyen tudatosság. Csupán az van bennük, hogy elvesztették a biztonsági érzetüket. És azért vesztették el a biztonsági érzetüket, mert egy csomó mindent ebbe az életkorban ők még nem tudnak maguktól, viszont olyan helyzetbe kerülnek, olyan döntéshelyzetekbe, például a szülő olyan döntéshelyzetbe teszi a gyermeket, amihez neki nincs meg az eszköze a gyerekeknek. A szülők ezeket nem tudatosan csinálják, tehát az elkényeztetés az nem egy tudatos és szándékos szülői dolog, ez már csak egy következmény, én azt mondom. Inkább azt, hogy valamiért a szülők tanácstalanok, sokszor eszköztelenek, túlkompenzálnak dolgokat, nincs lekristályozva az bennük, hogy mik a prioritások, mik a fontosságok. Ransburg Jenő mondta azt, hogy a nevelés célja nem a jelen, hanem a jövő. És ezt sokszor elveszítjük, például egy boltba, ahogy mondtad, hogy inkább azért adom oda neki a csokit, hogy ne hisztizzen, hogy ne lássák a többiek, hogy az én gyerekem hisztizik. Uh-huh. Pedig a prioritás nem itt lenne. A prioritás az lenne, hogy ez az én gyermekem, én nevelem, és most egy másik környezetben vagyunk, nem otthon, de nem az lenne a fontos, hogy más mit szól, hanem az, hogy ő megtanulja, hogy akkor mit lehet és mit nem. Igen, de most a boltot említetted, igen, de mondjuk, például, ha otthon vagyunk, és teszem azt vacsora, és akkor mondjuk felajánlja anyuka, vagy apuka, teljesen mindegy, hogy ma hamburger lesz a vacsora, elmegyünk McDonald'sba, és azt mondja erre a gyerkőc, hogy nem kérek, és akkor jön a következő, de mondjuk már szerintem ez is túlzás és sok, hogyha mondjuk pont... Na jó, mondjuk ebbe belemehetnénk, hogy aztán ez jó vagy nem jó, hogy a McDonald'sból szeretnénk vacsorát, de hogy, tehát, hogy van választási lehetőség. Igen, ezt mondtam az előbb, hogy döntéshelyzetbe rakjuk a gyereket. Több fajta ételt, ez nagyon gyakori amúgy, amit mondasz, több fajta ételt fölkínálunk a gyereknek. Nekünk is sokszor felnőttként nehéz egy ruhaboltban nőként kiválasztani a sok szép ruha közül, hogy mit is választanék. Lehet, hogyha kettő lenne, akkor könnyebben tudnék választani. Ezekre oda kell figyelni a gyerekeknél, mert ők még nem tudnak ezekben a... Tehát nem tudják ebben az életkorban nem tudják a következményeket előrevetíteni, az érzelemszabályozásban még gyengébbek, tehát még a késést, a vágykésleltetést, még nekik ahhoz még idő kell, hogy kialakuljon, és nem azzal teszünk jót a gyereknek, hogy
repertoárt rakunk elő, és döntési helyzetbe rakjuk, hanem hogyha nagyon örülünk egynek, és akkor annak, ha látja, hogy mi örülünk, és azt úgy adjuk elő, mondjuk akár a parizeres kenyér is lehet az, akkor olyannak örülni fog. Ugyanilyen dolog például az, hogy még ebbe az életkorba nincs idő fogalom, tehát hogy nem tudják az időt. Lehet, hogy már használja azt a szót, hogy 5 perc múlva vagy tegnap, de még nincs hozzá kötve neki az a tudás, az az információ mennyiség, ami nekünk felnőtteknek. Ezért van az sokszor, hogy az óvodában jól viselkedik, és otthon meg egy kis ördög. Óvodában angyal, otthon kis ördög. Ez is azért van, mert az óvodában van egy napi rend, ami az időt nekik be tudja határolni. Hogy megérkezem, hogy reggeli van, hogy közös játék, hogy uzsonna, ebéd, alvás, és ezeket tudják, hogy egymás után jönnek, és emiatt biztonságérzetben vannak. Ezért kellenek a szabályok, a napi rend, hogy a gyerek biztonságban érezze magát, hogy tudja, hogy miután mi következik, mi az, ami elvárható neki itt a nagy világban. Mert hogy ő neki még nincsenek logikus támpontjai, tehát a kis fejébe ez a korosztály, ahol ez fölmerül, az elkényeztetés, ők még egy ilyen mágikus világban vannak, tehát ilyen csiribú-csiribá világban vannak, nincsenek logikai támpontok a fejükbe, nagyon egocentrikusan gondolkoznak, tehát nem egoisták, nem önzők, hanem az én van benne. Minden, amit szubjektíven én megélnek, nekik az a valóság, az a tény. Az empátia az még nem tud kialakulni náluk, mert ez nagyon, ez az én fókusz van előtérbe. Ezért van az, hogy ilyenkor kezdenek önérvényesíteni. Ezért vannak a hisztik és a dacok. Ezeket nyilván határokkal, szabályokkal, ami következetesen föl van állítva, és mindig el van várva, és mondjuk mind a két szülőtől ugyanaz van elvárva, akkor azért ezeknek van hatása a gyerek viselkedésre, mert megtanulja, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem. És döntéshelyzetben pedig olyan helyzetekbe lehet hozni, ahol neki tud, ahol könnyű választania, illetve életkornak megfelelően. Mikor egyébként a szülő részéről csúszik el ez a dolog, hogy nem tudja mondjuk kezelni az adott helyzetet, vagy tényleg nem tud határozottan nemet mondani, vagy azt mondani, hogy már pedig egyféle vacsora van ma. Ugye nem lehet ez azért, mert egyrészt lehet, hogy többet dolgozunk, fáradtak vagyunk, valószínű. Nem akarjuk a hisztit hallgatni. Igen, tehát, igen, hogy igen. Lehet, hogy egy kicsit azért átalakult ez is már a régmúlthoz képest, de hogy azért tényleg nagyon sok tényezője lehet annak, hogy engedünk. Igen. Nagyon időigényes és nagyon nehéz feladat a gyereknevelés. Folyamatosan változik az életkor, folyamatosan változnak a képességei a gyereknek, a szükségletei. Amikor már megszokjuk, hogy na jó, akkor ez működik, akkor már biztos, hogy elér egy másik szintet az ő fejlődése, mind értelmileg, mind érzelmileg, mind testileg, mozgásigényben, mindenben, és akkor már megint váltanunk kell. Tehát egy nagyon nehéz dolog a gyereknevelés, ezért jó, hogyha azért egy szakmai rálátása van egy kicsit az embernek, vagy utána olvas, mert ugye hozhatjuk a saját családunkból, hogy nekünk milyen volt a gyermekkorunk, milyen szülőkkel, pedagógusokkal találkoztunk, de jó az, hogyha tudjuk, hogy mégis ezek a univerzális fejlődés, mérföldkövek, ezek hogy vannak, hogy mik az igényei a gyermeknek, mert az tud segíteni abban, hogy mi az, amit elvárhatok a gyermekemtől, és mi az, amit nem. És nyilván olyan szituációkban nem teszem bele őt, amiben ő nem tud még eszköztelen, és nem tud még rá reagálni. Én ugye úgy vetettem fel ezt a dolgot most, hogy sok az elkényeztetett gyerek, de vajon téged sokszor megkeresnek ilyen problémákkal? Tehát te hogy tapasztalod, hogy tényleg... Igen, egyre több ez, amikor átcsúszik a gyerek abba, hogy ő dönt és ő irányít, és ki is csúszott ez az életkor, amíg régebben ez 2-3 éves korba kezdődött, és úgy hívtuk, hogy dackorszak. Én inkább úgy szeretem mondani, hogy én tudat kialakulás és határok feszegetése, önérvényesítés, hívjuk inkább így, tehát hogy ő próbálgatja a határait, hisz hát neki ez a dolga, mert most fedezi fel a világot, hogy akkor mit szabad, mit nem. És ezért kell neki az, hogy legyen határ, hogy biztonságot adjon neki, hogy tudja, hogy ez jó, ez rossz, tehát hogy egy értéklen legyen képviselve. Igen, kicsúszott, tehát már 4,5-5 éves korban is megmaradnak a gyerkőcök ebben a folyamatban, ami nem jó, mert akkor már régen egy másik folyamatban kellene lenniük fejlődési szinten. Sokszor van. Sokszor azt látom, hogy túlkompenzálnak a szülők az időhiány miatt. Apuka mondjuk sokat van távol, mert olyan a munkakör, hogy ritkán van otthon, akkor nyilván már billen az, hogy mindig anyával vagyok, anya az tartja a határokat, próbálja, hisz apa hazajön, és megjön, és akkor igen, mindent lehet. Tehát nagyon nehéz ez. Nem is mondom azt, hogy minden nap mindig ugyanúgy kell csinálni, mert olyan nincs, és minden szülő nyilván a legjobb szülő, de meg kell erősíteni abba a szülőket, hogy mi az, amivel mit érnek el hosszú távon. És hogyha ezt visszakapják, ezt a szakmai visszajelzést, akkor nagyon tudnak neki örülni. Nyilván a következetesség fontos, a szabályok,
az, hogy a gyermek tudja, hogy mit lehet, mit nem, tehát az értékrend, de az is nagyon fontos, hogy a két szülő ebben megegyezzen. Mert hogyha a gyerkőc látja, hogy az egyiknél ez, a másiknál az, akkor úgy fog viselkedni, és ezt ki is fogja használni. És teszem azt mondjuk a saját példámból kiindulva, ha most hazamegyek, és azt mondom, hogy Párizs is kenyér a vacsora és punktum, de mondjuk egész eddig nem ez volt a rendszer, hanem volt azért választási lehetőség, akkor ez így egyik napról a másikra vajon át tud-e fordulni? Hát ez úgy szokott kinézni, hogy egyrészt kell egy külső, tehát mint ahogy mondod, hogy akkor most 10 ételből egy van. De ez nem csak ebből áll, ez abból is áll, hogy akkor mindenki leül, vagy aki legalábbis otthon van, közösen leülünk étkezni. Tehát, hogy ennek a szülő ez belsőleg érzi, ez egy szeretet, az evés, az egy öröm. Tehát, hogy azért ez összerakódik, hogy hogyan kell ezt megtenni, hogy érezze a gyerek, hogy amit teszünk, meg amit mondunk, az egységben van egymással. És igen, hát ilyenkor jön az, hogy nem. Mert nem ehhez vagyunk szokva. És ilyenkor egy hát gyerekre válogatja, egy hét, két hét, egy hónap, mindenfélét láttam, már hallottam, még szélsőségesebben fog viselkedni. Tehát ha eddig kicsi hiszti volt, akkor nagyobb hiszti lesz. Mert hát megváltozott a környezet. Eddig ez volt, most miért nem ez van? És ugye mivel neki nincsenek még olyan repertoárjai se szóban, sem másképp, hogy ezt elmondja, ezért hát a hiszti fog felerősödni javarészt, vagy a kilép a helyzetből, dúfúl. Ezt ki kell bírni a szülőnek. Ha ebbe a szülő következetes, akkor a gyermek rá fog jönni arra, hogy egy új stratégiát kell neki választania, mert ebbe már ő nem hatékony, tehát hogy nem éri el azt az eredményt, amit korábban elért. Mert minden ilyen folyamat a gyerekeknél a tanulásnak a folyamata. Tehát megtanulja, hogy akkor most pozitív megerősítést kapott érte, negatív. Hát nehéz, mert még jobban előhozza a negatív viselkedést a gyermeknél. Úgyhogy nehéz, amikor változtatni akarunk. Hát akkor én azt tudom kivenni a kedves szülőtársaknak, hogy kitartás, és legyünk kemények, és következetesek, ahogy elhangzott. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A legügyesebb magyar vizslák gyűltek össze Soponyán azért, hogy számot adjanak tudásukról. Az ökoturisztikai centrumban immár 5. alkalommal rendezték meg az országos vizsla főversenyt. Stábunk is a helyszínen járt. Hogy ne repüljön el a kacsa. Miután a versenybíró kitépte a kacsa tollát, vízre tette a madarat. Csapa! A kacsa elúszott, az 5 éves Kalóz névre hallgató vizsla pedig utána eredt. A kutya sokáig követte a kacsát, de nem találta meg. A kutyavezető ennek ellenére elégedett társa teljesítményével. Nagyobb a tó, könnyebben el tudott menni a kacsa, egy darabig ment a nyomon. Nem gondolom, hogy ez a 3-as osztályzat ez rossz. Én meg vagyok vele elégedve, a vízirányítatóság szintén jó. A 2016-ban újjáélesztett versenyen a bírók a kutya-gazda kapcsolatot is figyelték. A kutya egy felvéve a kacsa nyomát megkeresi, megtalálja, és a sebzett kacsát a puska elé hozza, vagy pedig behozza, hogyha olyan állapotban van. Itt az a lényeg, hogy a kutya nem látja, hol helyezzük be a kacsát. A vizen a kacsa nyomát fel kell vennie, követnie kell, és úgy szoktuk mondani, hogy kontaktusba kell kerülni a kacsával. Ha ez megtörténik, akkor mehet utána, hajthatja, és hogyha a bíró úgy ítéli meg, akkor lőhető a kacsa. Ha beér, megvárjuk, hogy csobbanjon. Alig ért a kacsa a vízhez, a kutya már utána is iramodott, és jókedvűen hozta ki gazdájának a frissen szerzett zsákmányt. Még a lövés sem zavarta meg a munkában, és a bírók szerint pont ez ennek a feladatnak a lényege. Az országos vizslafőversenyen 15 páros vett részt, köztük a Győr-Moson-Sopron megyei Huszár Tibor, aki Cukival, a 4 éves drótszőrű magyar vizslával jött ide. A férfi azt mondja, a kutyás vadászata mindene. Sok örömet. Nagyon sok örömet. Sok elveszett hit vadnak a megtalálását, egy társat jelent a vadászaton és a hűséget a legmagasabb fokon. A kétnapos rendezvényt a 2021 Egy a természettel nemzetközi vadászati és természeti kiállítás kormány biztosan nyitotta meg. Kovács Zoltán köszöntőjében a drótszőrű és a rövidszőrű magyar vizslákról, mint hungarikumokról beszélt, és mint fogalmazott, a verseny mögött olyan hagyomány és tudás áll, amely méltó alapot nyújt a nemzetközi vadász kiállítás megszervezéséhez. Mi pedig azon dolgozunk, hogy a vizsla főversenyből a magyar vizslák főversenye is ki tudjon fejlődni, hiszen ebben az
az évben létrehoztuk a Magyar Vizslák Világszövetségét, és a két hungarikum fajta, a rövidszőrű és a drótos megérdemli, hogy a nemzet kutyáiként egy olyan minősítési rendszerrel bírjanak, amely kiemeli őket a nemzetközi mezőnyből. A kétnapos megmérettetésnek a Soponyai Ökocentrum adott helyet. A térség országgyűlési képviselője köszöntőjében hangsúlyozta, ez egy óriási esemény a körzet életében. Az Ökocentrum körülbelül 10-12 évvel ezelőtt nyitott a nagy közönség felé, és ezt a vizslaversenyt idén most már 5-5-ször rendezik meg. Köszönhető ez a Vadex kreativitásának, innovációs készségének, hogy ide tudja hozni az országban lévő megyénkénti legjobb vizslát, és ezt a versenyt meg tudja szervezni. A versenyen azok a kutyák és vezetőik vehettek részt, akik a legjobban teljesítettek a megyei fordulókon. Hazánkban közel 250 ezer ember él demenciával. Az érintettek száma a hozzátartozókkal együtt elérheti az 1 millió főt is, ami Magyarország lakosságának 10%-át jelenti. Szakértőket hívtunk a stúdióba, hogy megvitassuk a segítségnyújtás lehetőségét. Az INDA, azaz az Interprofessionális Demencia Alapprogram kapcsán két vendéget hívtam a stúdióba, Szabóné Vörös Ágnes, a DIO projektvezetőjét, és Török Tündét, a LIP mentorát. Ezekről a projektelemekről fogunk beszélgetni, amelyek ugye azért hivatottak, arra hivatottak, hogy a hozzátartozókat és az ezzel kapcsolatos szakértőket, illetve szakembereket, egészségügyi dolgozókat segítsék. Beszéljünk egy picit erről a programról, de mindenképpen említsük meg az INDA programot is. Mi ennek a lényege? Igen, Székesfehérvár az utóbbi években, 2-3 évben számos olyan a demenciához kapcsolódó programnak volt a házigazdája, mely programok arra hivatottak, hogy a társadalom megismerje a betegséget, a demenciát, illetve a demenciával élőkhöz és hozzátartozókhoz, segítőkhöz eljussanak azok az információk, tájékoztatások, amelyek fontosak a demenciával élők gondozásában, ápolásában. Ilyen program volt 2019-ben az Alzheimer világnap, és ezt követően 2020-ban is picit szerényebben, de ismét megrendezésre került az Alzheimer világnap, melyet egy online konferencia is megerősített, és ezen az online konferencián is hallható volt több előadás is, többek között a DIO-ról is, és a LIP-ről is volt online előadás, és ha jól tudom, akkor nagyon sokan kapcsolódtak a konferenciához, tehát sok emberhez eljutottak az információk. Az Alzheimer világnap a Székesfehérvári Egyházmegye a Katolikus Szeretett Szolgálat szervezésében, illetve az önkormányzat támogatásával jött létre. Ezen kívül persze több ilyen program is volt, ilyen például, amit szerintem ismernek nagyon jól a nézők is, az Alzheimer Café program. Az INDA, az Interprofessionális Demencia Alapprogram, két alprogramja, a LIP és a DIO. Én most a LIP-ről szeretnék egy pár szót szólni. A LIP a lokális interprofessionális protokoll jelent, és tulajdonképpen ez egy szakmai műhelymunka keretében zajlott. A Katolikus Szeretett Szolgálattól kaptuk a felkérést, hogy egy ilyen szakmai műhelymunkát megvalósítsunk itt Székesfehérváron. A műhelymunka célja az volt, hogy különböző szakterületről szakemberek a demencia kérdésköreit körbejárva, az elméleti tudásukat bővítve, a különböző tevékenységekbe mélyebben picit belenézve tudjanak a demenciával élőknek és a demenciával élők segítőjének a problémáik megoldásában segítséget nyújtani. A LIP egy 6 alkalmas szakmai műhelymunka volt, január 16-án volt az első alkalom, és különböző szakterületekről képviselte ezt a csoportot, tehát képviselték a csoportot,
ilyen szakterületek, főleg az egészségügy és a szociális területről, de Székesfehérváron a LIP érdekessége, hogy a Magyar Posta dolgozóját, illetve a Istenem, polgárőrség dolgozóját is, kollégát be tudtuk vonni ebbe a munkacsoportba. Összesen 9 fő vett részt, és a 10. fő az a moderátor, én jó, magam voltam. A 9 fő, tehát házi orvos volt, pszichiáter szakorvos, mentőápoló, diplomás ápoló, kórházi szociális munkás, családsegítőben dolgozó szociális munkás, szociális alapszolgáltatásban dolgozó szociális munkás, és tulajdonképpen a 6 alkalommal a másfél órás időtartamak, másfél órás időtartamak alatt egy-egy konkrét eset megbeszélésével, átbeszélésével próbáltunk, ugye próbált a csoport megoldásokat keresni, megoldási javaslatokat tenni. Ezt majd későbbiekben, a következő 1-2 hétben írásban is foglalták. És ennek az írásos összefoglaló, ez az írásos összefoglaló tulajdonképpen a szellemi terméke lett ennek a szakmai műhely munkának, nem beszélve arról, hogy minden írásos összefoglalót szakmai protokollok is követték, tehát nagyon komoly érték teremtődött itt a 6 alkalom alatt, amit sajnálatos módon el kell mondjuk az utolsó 2 alkalom a járványhelyzet miatt már online történt, de így is nagyon sikeres volt. Tehát akkor ez a program elem, illetve projektelem arra hivatott, hogy ugye a szakembereket segítse leginkább, a másik pedig inkább a hozzátartozói oldalt támogatja. Így igaz. Nagyon fontos, hogy a szakemberek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek, viszont a projekt megalkotói észrevették azt a hiányosságot, hogy még az utóbbi időben már elég sokat foglalkoztak, és foglalkoztunk mi magunk is a szakemberek képzésével. Azok, akik közvetlenül találkoznak a demenciával, akiket közvetlenül érint, és ezek a demens embereknek a családtagjai, még eddig nem volt olyan projekt, ami az ő képzésüket tűzte volna ki célul. És ezt a hiányt megtalálva nagyon jól reagáltak rá, és ennek a leképeződése a projektben a demencia információs órák, ugye eddig dióként emlegettük, mert mi így rövidítjük. Ez egy 12 alkalmas foglalkozás sorozat volt. A legfőképpen azokat a célokat tűztük ki, amik abban segíthetik a hozzátartozót, hogy minél szakszerűbben lássa el a demens hozzátartozóját, illetve azon túlmenően, hogy segítsünk információkkal ennek a feladatnak az ellátásában, nagyon fontosnak éreztük, és végig kiemelten kezeltük, hogy mindezt olyan módon tegyük, hogy középpontba állítsuk a hozzátartozót. Azokat, akik ezt az emberfeletti munkát bevállalták, esetleg úgy, vagy éppen ebbe a szituációba kerültek, mert nem volt más választásuk. És mindezt úgy, hogy lehet, hogy, sőt valószínű, hogy nem rendelkeznek elégséges ismerettel ennek a feladatnak az ellátásához. Persze eddig is megküzdött vele minden család, hisz a demenciában szenvedőknek a nagy része az otthoni körülmények között él, és a család vállalja fel az ápolást, gondozást. Viszont mi azt gondoljuk, hogy ha sok-sok ismeretet, módszert, praktikát tudunk átadni, azzal könnyebbé és jobbá tehetjük ezt a feladatellátást. Könnyíthetünk azoknak a nehézségén, akik hajlandóak ezt az otthonukban végezni és fölvállalni. Nagyon-nagyon fontosnak tartottam én magam is, mint foglalkozásvezető ez alatt a 12 alkalom alatt, hogy az ismeretek és a tudás közvetítésén túl minden alkalommal erősítsem azt, hogy az, aki ezt a feladatot végzi, legalább annyira fontos ebben a folyamatban, mint az a demens ember, akiért végzi ezt a feladatot. Hisz az ő egészsége, a testi és mentális egészsége
Mindegyik olyan tényező, ami magába hordozza annak a lehetőségét, hogy amennyiben ezek megőrződnek, akkor sokáig tud eleget tenni ennek a feladatnak. Mindezzel természetesen közvetve a demens embernek a jól létét is azt gondolom, hogy tudtuk fokozni. Miről is beszéltünk, és mik azok, amiket a végére, a 12 alkalom után azt gondolom, hogy talán hazavittek magukkal a résztvevők. Sokat beszéltünk arról, hogy mi is az ápolói szerep. Miért is kerül valaki ebbe a szerepbe? Mi az, amit föl kell vállalnia, és mondhatja-e valamire azt, hogy ő már nem? Aztán magáról a demenciáról. Rettentően fontos azt gondolom, hogy megértsék a hozzátartozók a demenciából adódó viselkedés, illetve személyiségváltozást. Hisz olyan tüneteket fog produkálni a hozzátartozója, ami teljesen más, mint a betegséget megelőző élete a hozzátartozónak. Ugye ezeket rettentően nehéz feldolgozni. Úgyhogy próbálkoztunk ezeket könnyíteni, segítettünk azokba, hogy milyen módon tudja ezeknek a feldolgozását önmagába, a családba végigvinni. És azt gondolom, hogy talán a végére, a 12. alkalomnál el is értünk arra a pontra, hogy mindenki tisztában van vele, aki ebbe a csoportban volt, hogy amit csinál, az fantasztikus, és ha nagy szeretettel csinálja, akkor az biztosan a hozzátartozójának is jó, és emellett remélem, hogy tudtunk adni gyakorlati ötleteket, tanácsokat, kis praktikákat mindennek a kezelésére. Köszönöm szépen, hogy itt voltak és meséltek a programról, és további sikerekben gazdag munkát kívánok Önöknek. Köszönjük szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk jövő hétfőn is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!